A Pannon Televízió híradójával megyünk tovább, Akos Viktor vagyok, köszöntöm Önöket. Érkezzenek először a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Ma van nagy csütörtök, a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja. Megváltozott munkaidővel dolgoznak több vajdasági községben a közvállalatok és intézmények a húsvéti ünnepek alatt. A szerb parlament napirendjére került a svájci frank hitelesek kérdése. Halálos buszbaleset történt Madeira szigetén. Ma van nagy csütörtök, a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra. A Római Katolikus Egyházban ezen a napon a püspök az egyházmegye papjaival közösen mutat be szentmisét, amit krizmamisének neveznek. Ekkor szentelik meg az olajat. Az esti szentmisén az utolsó vacsorára emlékeznek. A szabadkai Szent Teréz székesegyházban ma reggel 9-kor tartották az olajszentelő misét. Az utolsó vacsorát ünnepeljük, az olajszentelést ünnepeljük, és készülünk a húsvétra, a feltámadásra. Holnap nagypénteken szigorú böjtöt kell tartani. Szokás szerint meg kell vonnunk magunktól a húst, és a nap folyamán egyszer lehet csak jól lakni. Hát húst azt nem, de ezen kívül másról is lemondunk. Mert persze például aki vegetáriánus, annak ugye nem jelent semmit se a böjt, mármint hogy olyan részből, hogy ugye nem eszik húst. Én viszont például a csokiról mondok le, mert nagyon szeretem a csokit, meg az édességet. Az ünnepi szentmisére nem csak szabadkaiak érkeztek. Hallottam a szomszédaimtól, hogy lesz, és éreztem egy hívást, így eljöttem az iskolából, hogy itt lehessek a szentmisén. A Római Katolikus Egyház rendje szerint nagy csütörtökön a püspök az egyházmegye papjaival közösen mutat be szentmisét. Ekkor szentelik meg az olajat. Ez most az olajszentelési mise volt, használjuk az olajat a betegek kenetének, a bérmálkozásnál és a keresztelésnél is. Úgyhogy ez délelőtt ilyenkor szinte minden pap, aki az egyházmegyénkben van, 100-on fölül vagyunk papok, azok erre az olajszentelési misére megjelennek. A böjti időszak a szombatesti szentmisével ér véget. Ezen a napon tűzszenteléssel kezdik a szertartást, majd meggyújtják a gyertyákat, amelyek Jézus feltámadását jelképezik. Megváltozott munkaidővel dolgoznak több vajdasági községben a közvállalatok és intézmények a húsvéti ünnepek alatt. A szabadkai gyógyszertárakban csak ügyelet lesz az ünnepnapok mindegyikén, kivételt képez a Városháza alatti gyógyszertár, amelyik éjjel-nappal nyitva tart majd. Szabadkán és a városhoz tartozó településeken az egészségházak is ügyeletet tartanak reggel 7 és este 8 óra között. A Subodica Trans utasszállító közvállalat autóbuszai pénteken és hétfőn a szombati menetrend szerint közlekednek. Emellett április 23-ától a tavaszi szünet alatt a diákbuszok nem járnak. További információk a pannonrtv.com oldalon. €1,1 milliárd forinttal támogatja a Kárpát-medencei magyar oktatást és kultúrát a magyar kormány. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár ma sajtótájékoztatón ismertette a vonatkozó pályázat eredményeit. Pályázni a magyar közösség céljait szolgáló kulturális és oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatására lehetett. A központi felhívásra 2504 pályázat érkezett, ezek mintegy felét tudják támogatni. Összesen 700 millió forinttal a regionális felhívásokra 2536 pályázat érkezett, ebből 1663-at támogatnak, 371 millió forinttal, ismertette Potápi Árpád János. Itt is elsődleges cél az identitás megőrzés, az oktatásnak a támogatása, a különböző szervezetekhez köthető rendezvényeknek a támogatása. Itt volt regionális keret, illetve volt központi keret. A központiban nagyobb rendezvények, illetve a nagyobb támogatásra igényt tartó pályázatok tudtak szerepelni, a kisebbek pedig a regionális keretet tudtak pályázni. Úgyhogy örülök annak, hogy sokan pályáztak, és
Én úgy gondolom, hogy sok szervezetet is tudtunk támogatni. Ezáltal is hozzájárulunk talán ahhoz, hogy a Kárpát-medencei magyar szervezetek minél inkább meg tudják őrizni, illetve támogatni tudják az adott közösségeknek a magyar identitás megerősítését. Együttműködési megállapodást kötött Vajdaság és Magyarország Budapesten dr. Zorán Gojkovics tartományi egészségügyi titkárt és munkatársait a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Szegedi Tudományegyetemnek a magasrangú képviselői fogadták. Gojkovics emlékeztetett arra, hogy a két ország nagyon jó kapcsolatot ápol, ennek bizonyítéka pedig a hétfőn Szabadkán aláírt 11 kormányközi megállapodás is. A felek arra is kitértek, hogy az együttműködés továbbfejleszthető Európai Uniós pénzek felhasználásával. A jövőben az egészségügyi intézmények szorosabb együttműködéséről állapodtak meg a felek, az onkológiai betegségek, a sebészet és a keringési rendszert érintő betegségek terén. Svájci csoki készülhet Szerbiában, Újvidéken nyit üzemet a Beri Kalebo nevű cég. Ez lesz az édességgyár első dél-kelet-európai egysége, az üzem 2 éven belül épülhet meg. Az erre vonatkozó szerződést ma írták alá Szerbia, Újvidék és a svájci csoki gyár képviselői. A vajdasági üzemben évente 50 ezer tonna csokoládé terméket állítanak majd elő, a beruházás értéke 50 millió euró. A cég modern technológiát hoz az országba és munkahelyeket teremt, mindenben a segítségükre leszünk, ígérte Alexander Vučić, szerb államfő. 30 millió eurót fektet az új tulajdonos az újvidéki folyami kikötőbe. A DP World nevű cég illetékesei ma ismertették a kikötővel kapcsolatos terveiket Zorana Mihajlović illetékes miniszterrel. Mihajlović szerint az újvidéki a szerbiai vízi közlekedésben jelenleg folyó legnagyobb beruházás. Az arab cégnek ez az első befektetése a Balkánon. Mint képviselőjük elmondta, tisztában vannak a Duna összekötő erejével, ezért tartották fontosnak a kikötő megvásárlását. A DP World 41 országban rendelkezik befektetésekkel, és összesen 35 ezer embert foglalkoztat. Megoldódni látszik a szerbiai-svájci frankhitelesek helyzete. A frankban eladósodottak megsegítésére vonatkozó törvényjavaslatról ma kezdtek vitázni a szerbiai köztársasági parlamentben. A törvénytervezetről várhatóan a jövő héten szavaznak a képviselők. A törvénytervezet szerint úgy oldanák meg a svájci frank hitelesek gondjait, hogy a tartozások 38%-át leírnák, 15%-ban az állam, 23%-ban a bankok terhére. A kölcsön maradék részét pedig euróra váltanák át. A törvénytervezetet Sinisa Máli mutatta be a képviselőknek. Ovaj lex specialis je kompromisno rešenje između nekoliko zainteresovanih strana, građana, odnosno udruženja koji ih predstavljaju, banaka i države sa treće strane. Predlogom zakona biće obuhvaćeni svi korisnici ovih kredita, na čemu smo kao država insistirali, a kako bismo omogućili svim građanima koji imaju ovaj problem da ga trajno i reše. Bojislav Sesej szerint alkotmány ellenes a frankhitelesek megsegítésére vonatkozó tervezet. A szerb radikális párt köztársasági parlamenti frakcióvezetője szerint a javaslat diszkriminálja azokat, akik nem vettek fel svájci frank alapú hitelt, illetve azokat, akik már törlesztették tartozásukat. Bojislav Sesej szerint a frankhitelesek problémáját már rég meg kellett volna oldani. Ali priznajte, vi se bojite da je akcija Evropske unije. Vi se bojite da vam ne zalupe neko poglavlje odmah. I da je to razlog zašto ste ovako krenuli oprezno, ishitreno, a u stvari protivpravno. Pék Zoltán, a VMS köztársasági parlamenti képviselője felszólalásában kiemelte, a törvénytervezet által megoldódhat a svájci frank hitelesek több mint egy évtizede húzódó problémája. A parlamenti képviselő hozzátette, a pártja támogatja a javaslatot. Az első 1-2 évben nem volt ez olyan rossz kölcsön, de mondjuk az utolsó 10 évben, 11 évben egész drasztikusan megváltozott ezeknek az embereknek a úgymond mondja, ilyen téren meg lesz szólva, nem fizeti vissza az állam nekik a kölcsönt, de a rátájuk, a kölcsön rátájuk ezzel a törvénnyel jóval lecsökkent, körülbelül olyan szinten fog lenni, mint aki abban az időben felvette az euró alapú hitelt. Azért gondoljuk, hogy ez
ez egy jó megoldás ezeknek az embereknek. A szerbiai svájci frankhitelesek adóssága jelenleg 540 millió eurót tesz ki. Az adatok szerint 15.785 személy problémája oldódhat meg, amennyiben a képviselők megszavazzák a tervezetet. 27 koszovói szerb érkezett ma gyalog Belgrádba, velük találkozott ma Alekszandár Vučić. A Koszovóból érkezők azért sétáltak el a szerb fővárosba, hogy részt vegyenek a szerb államfő országjáró körútjának holnapi belgrádi rendezvényén. Ezzel is szeretnék támogatni Alekszandár Vučićot, mert szerintük ő a biztosíték arra, hogy Koszovó megmaradjon Szerbia részeként. Alekszandár Vučić megköszönte a Koszovóból érkező szerbeknek, hogy ezzel a hosszú sétával is megmutatták, mennyire elkötelezettek Szerbia iránt. A találkozó utáni sajtótájékoztatón az államfő elmondta, az albánoknak tudniuk kell, hogy a Szerbiával való kompromisszum nélkül nem fog előrelépés történni a párbeszédben, a nyomás ellenére sem. Szerbia egy erős és szilárd állam, amely nem fogja elismerni Koszovó függetlenségét, tette hozzá a szerb köztársasági elnök. Jedan od osnovnih ciljeva mnogih u međunarodnoj zajednici iz zapadne hemisfere je da u stvari na Kosovu se formiraju i kreiraju neke buduće srpske generacije koje uopšte neće interesovati Beograd i Srbije, kojima će oni da kažu radite sa Albancima, dobit ćete sva moguća prava, samo zaboravite na Beograd i zaboravite na Srbiju. A koszovói szerbek jelenlegi legnagyobb problémája az, hogy minden nap meg kell magyarázniuk, hogy szeretnék fenntartani a kapcsolatot Belgráddal, tette hozzá Alekszandár Vučić. A szerb államfő a bejelentések szerint április 29-én Berlinbe utazik egyeztetni. Ennek a fontosságáról is beszélt. Szerbia ide u Berlin, da razgovara o svemu, da iznesemo naše stavove, koji će biti otvoreni, jasni i nedvosmisleni. Mi imamo poverenje u odgovornost i predsjednika Francuske i kancelarke Merkel i verujemo da će oni dobro razumeti šta je to što se na ovim prostorima zbiva i da će taj sastanak biti podsticaj miru i stabilnosti u celom regionu. Vučić a sajtótájékoztató végén boldog ünnepeket kívánt azoknak, akik a Gergely naptár szerint ünneplik a húsvétot. Huszonkilencen haltak meg szerda este a Portugáliához tartozó Madeira szigetén történt buszbalesetben, amikor egy turista busz felborult. Hírügynökségi értesülések szerint a buszon 55-en utaztak, a sofőr egy kanyar előtt vesztett el uralmát a jármű felett, amely letért az útról és egy domboldali lejtőn lezuhant. Egy ház fölött is átrepült, mielőtt megállt volna. A mentők helyszínre érkezésekor a domboldalon végig testek hevertek. Mindegyik áldozat német állampolgár volt, mondta szerda este a portugál köztársasági elnök, aki a baleset helyszínére utazott. A portugál miniszterelnök Twitter bejegyzésében még az este folyamán részvétét fejezte ki Angela Merkel német kancellárnak. Alekszandár Vučić szerb államfő is részvétét fejezte ki a madeirai buszbalesetben elhunytak hozzátartozóinak, a Frank-Walter Steinmeier német államfőnek és Angela Merkel német kancellárnak írt levelében. Szerbia együtt érez az áldozatok családtagjaival, áll a táviratban. Részvétét fejezte ki Áder János magyar köztársasági elnök a madeirai buszbaleset áldozatai családtagjainak és barátainak a német államfőnek írt táviratában, írja az MTI. Megrendüléssel fogadtam a hírt a Madeira szigetén bekövetkezett tragikus autóbuszbalesetről, amelyben számos német állampolgár vesztette életét, olvasható a részvét táviratban. A problémákat ne hozzuk Európába, hangzott el a Felsőhegyi Lakossági Fórumon. A 100 év magány című szerdai rendezvényen kiemelték, hogy a vajdasági magyarság idén első ízben szavazhat az európai parlamenti választáson. Ha a Fidesz sikeresen szerepel, 100 év után fejlődhet régiónk, mondta Ceglédi Rudolf, Zenta VMS-es polgármestere, az este emellett Egeresi Sándor, tartományi titkárhelyettes, valamint Kislindár Gábor, Topolya polgármestere hívta fel a Felsőhegyi Lakosság figyelmét a szavazás fontosságára. Ahogy a szlogánunk is van mindannyian, tehát egy másik témánk, hogy mit kínál a magyar nemzet,
és ebben az van, hogy tulajdonképpen mit kíván is, tehát az összetartást, és ez azt jelenti, hogy mindannyian, aki rendelkezik, el kellene menjünk szavazni, hogy erősítsük a Fidesz-KDNP jelenlétét az Európai Unió parlamentben, és a Fidesz pedig azt a pártcsaládot, akik képviselik azt, hogy a kontinens legyen bevándorló kontinens, sem nemzetek államok szövetsége maradjon. Mit kínál a Magyar Nemzet címmel tartottak lakossági fórumot szerda este Szabadkán, ahol Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár és Paskó Csaba az MNT végrehajtó bizottságának tagja tartott előadást. Az est folyamán elhangzott, hogy Magyarország továbbra is az Európán belüli nemzetállamok megerősítésében érdekelt, amikor is nem a brüsszeli bürokrácia irányít központilag, hanem minden tagállama saját szuverén döntéseit hozhatja meg. Nyilas Mihály kiemelte, hogy mindenképpen sorsdöntő a május 26-ai EP választás, és minél többen vegyenek rajta részt a választópolgárok közül, és támogassák a Fidesz-KDNP listáját, amin a Vajdaságot képviselő Deli Andor is szerepel. Így továbbra is lehet közvetlen képviselője térségünknek az európai döntéshozók között. A politikus a keresztény értékekről is beszélt. Vonzó lehet, és vonzónak kell lenni egész Európának, hiszen így marad meg Európa keresztény, így marad meg Európa azokkal az európai értékekkel, amelyek mentén Európa annak idején ki is alakult. Nézzük, mivel foglalkozunk még a híradó folytatásában. A rákosi vipera és a túzok megvédése, valamint a populációik növelése volt a mai témája a Mukrinban megtartott szakmai kerekasztal beszélgetésnek. Napsütésben gazdag, meleg időnk lesz holnap. A tartományi kormányelnöke Igor Mirovics gratulált húsvét alkalmából Stanislav Hocsevár belgrádi érseknek és minden hívőnek, aki most ünnepel. A tartományi kormány és a saját nevemben gratulálok a legnagyobb keresztény ünnep alkalmából, meggyőződésem, hogy az elkövetkező időszakban együtt fogjuk építeni a társadalmunkat, amely a keresztény értékeken alapul, áll Igor Mirovics közleményében. Hozzanak a húsvéti ünnepek békét, jólétet és jó egészséget minden polgár életébe, áll Pásztor István, a tartományi képviselőház elnökének húsvéti üdvözletében. Kiemeli, hogy húsvétkor nagyobb figyelmet kell fordítani a hozzánk közelállókra és az emberek közötti tisztelet és megértés fontosságára. Adjon a legnagyobb keresztény ünnep mindenkinek erőt, hogy túl tudjon lépni a hétköznapok kihívásain, és megtaláljuk mindenkiben a jót, áll a húsvéti üdvözletben. Bogdan Labán Szabadka polgármestere közleményében szívből köszönti mindazon polgártársait, akik a Gergely naptár szerint ünneplik a húsvétot. Kívánom, hogy a legnagyobb keresztény ünnepet töltsék családjukkal jó egészségben, békében és szeretetben, zárja sorait Bogdan Labán. Szabadka város képviselőtestületének elnöke Bumfort Tivadar a feltámadt Krisztust ünnepelve áldott húsvéti ünnepeket és családi békét kíván minden polgártársának, akik a Gergely naptár szerint ünneplik a húsvétot. Ünnepi műsorrácsra vált holnaptól a Pannon és a Szabadkai Magyar Rádió médiaházunk mindkét rádiós frekvenciáján gőzerővel készülünk a húsvétra. Nagy pénteken visszafogottabb tartalmakkal várjuk a hallgatókat, szombaton ünnepi témákkal foglalkozunk és ajándékokat osztunk. A Szabadkai Magyar Rádió este 7:30-tól interjú sugároz Sid Mark legendás amerikai rádióssal, Frank Sinatra legjobb barátjával. Vasárnap délelőtt az SMR hallgatói beszélgetést hallhatnak Fenyő Miklós énekessel, majd 11 órától mise közvetítés kezdődik Zentáról, 14 órától húsvéti üdvözleteket küldhetnek a hallgatók a kívánság műsorban. Hétfőn a Pannon Rádióban a locsoló verspályázat legkreatívabb, legviccesebb és legpikánsabb alkotásait sugározzuk jó zenék társaságában. $70 millió értékben írtak alá szerződéseket energiatakarékos közvilágítás felszerelésére a vajdasági kormány illetékesei. 14 vajdasági községben 23 projektet hagytak jóvá a közintézmények megvilágítására. György Emilitjevics, a tartományi kormány alelnöke ma írta alá az intézmények képviselőivel az erre vonatkozó szerződéseket. A tartomány támogatása vissza nem térítendő támogatás, a kedvezményezett intézmények pedig általános és középiskolák, felsőoktatási és egészségügyi intézmények, sportközpontok és szociális intézmények. A becslések szerint a mai befektetésekkel 8,5 millió dináros évi megtakarítást tudnak majd megvalósítani. Az elmúlt 2,5 évben a tartomány több mint 500 millió dinárt fektetett energiatakarékossági projektekbe.
A rákosi vipera és a túzok megvédése, valamint a populációik növelése volt a mai témája a Mokrinban megtartott szakmai kerekasztal beszélgetésnek. Az Interreg IPA pályázat célja, hogy a Pannon sztyeppék meghatározó állatfajait megőrizzék a Magyarország és Szerbia közötti határrégióban. A rákosi vipera Magyarországon előforduló rendkívül ritka mérges kígyó, a Kárpát-medence faunájának elismerten legveszélyeztetettebb állata. Az anyaországban az eszmei értékét 1 millió forintban határozták meg. Mi képviseljük a magyarországi partnert ebben a Interreg IPA projektben. A mi feladatunk az, hogy egy folyosónak a kialakítása két rákosi vipera élőhely között, két nagy gyepterület. Ez Bugacon található, de közötte a sávot azt beerdősítették körülbelül 50 évvel ezelőtt, és most itt egy körülbelül 20 hektáron egy gyepet szeretnénk visszalakítani, azért, hogy a két vipera állomány tudjon egymással kommunikálni, tehát a genetikai elszigetelődés ne valósul. Meg. A túzok Szerbiában emblematikus fajnak számít, már csak Mokrin mellett található. A pályázat részeként a vajdasági élőhelyüket kerítéssel vették körbe. Najverovatni razlog, zbog kojeg se to dešava, je najverovatnije imigracija, odnosno prelazak većine velikih droplja u Mađarsku, pošto je tamo glavna stržna populacija i prirodno po nekoj ekološkoj gravitaciji droplje idu na mesta gde ih ima više, zbog nekih svojih internih razloga. Az Interreg IPA pályázat célja, hogy a Pannon sztyeppek meghatározó állatfajait megőrizzék a Magyarország és Szerbia közötti határrégióban. Nyilvános közvitára bocsájtották a környezeti hatástanulmányokat és a stratégiai környezeti hatástanulmányokat szabályzó törvényjavaslatokat Szabadkán. Az összejövetelt a Környezetvédelmi Minisztérium és a Regionális Árhusz Központ szervezte az EBESZ támogatásával. A találkozón független szakemberek, önkormányzati és minisztériumi munkatársak ismertették a két vonatkozó törvény cikkelyének tervezett módosítását, és azok várt hatásait a környezetvédelemre. A közvitát Szabadka mellett Belgrádban, Kragujevácon és Nisben is megrendezik. Kickboxról, az Európai Parlamentről, magánéleti problémák megoldásáról és a népzenéről is hallhattak a szerda esti Vifó ifjúsági konferencia résztvevői a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban. A nézők megismerhették az előadók történeteit, életútjait, amelyek sok esetben példaként szolgálhatnak a mai ifjúság számára. Az ingyenes rendezvény célja, hogy a résztvevők tudásukat, ismereteiket, tapasztalataikat átadják egymásnak barátságos légkörben. Az előadóktól a közönség az expozéjukat követően kérdezhetett is. Arra szeretnénk a hangsúlyt fektetni az előadóinkkal, hogy mindenki személyes történetet hozzon igazából. Ami központi téma most az, hogy mindenki élményekről fog, saját tapasztalatokról beszélni. Konkrét tematikája nincs a jelenlegi konferenciánknak. Jelek az út mentén címmel nyílt fotókiállítás és tartott a könyv bemutatót tegnap este az Óbecsei Városi Színházban. A tárlaton Szerda Zsófia óbecsei újságíró fotóriporter a Jelek az út mentén című könyvhöz készült illusztrációit és témához kapcsolódó más fotóit láthatta a közönség. Ivo Andrégy posztumusz kötete magyar nyelven eddig csak részleteiben állt az olvasók rendelkezésére. A Fórum könyvkiadó gondozásában Radics Viktória fordításában ma már teljes terjedelmében olvashatók a Nobel-díjas szerző több évtizednyi meditatív feljegyzései. A Jelek az út mentén című könyv Ivo Andrésről egy világirodalmi remekmű, egészen egyedülálló mű a világirodalom történetében is, ugyanis ez nem regény, nem novella gyűjtemény, nem verses könyv, hanem meditációs könyv. Egy realista író egész élete alatt írt jegyzetei, tűnődései, imádságai, életbölcsességei, és mindezek egy ember lelkének a titkairól vallanak. Tulajdonképpen vallomásos könyv is a Jelek az út mentén. Ivo Andrić nagyon visszafogott íróember, úriember volt, aki nem szívesen vallott magáról. Nos, ez a könyv kivétel.
540 ezer euróba kerül a legdrágább kombájn, 360 ezerbe a legdrágább traktor. A májusi nemzetközi mezőgazdasági kiállításon hangzott el az eseménnyel kapcsolatos sajtótájékoztatón. Dél-Kelet-Európa legnagyobb agrárrendezvényét május 11-e és 17-e között tartják Újvidéken. A szervezők 60 országból 1500 résztvevőt várnak, akik az agráriumban elért legújabb vívmányokat ismertetik a termelőkkel és a termelés szervezőkkel. Több konferenciára, tanácskozásra és üzleti fórumra is sor kerül. Az idei vásár partnerországa Olaszország, míg a baráti ország szerepét Tunézia vállalta el, mondta Boris Nagy Lukács ügyvezető igazgató. Taj nastup stranih država koji su posljednjih godina izuzetno zainteresovane za prisustvo na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu ove godine smo, da tako kažemo, zabeležili i zapečatili sa ova dva partnera koji će, verujemo, i u nizu narednih godina biti prisutni na poljoprivrednom sajmu. Kad reč o izložbi poljoprivredne mehanizacije, koja je ključna tema ovde na ovoj konferenciji za novinare, nekih 35.000 kvadratnih metara biće posvećeno tom segmentu. Tu, verujemo, možda i par hiljada kvadrata više. I ona je zaista svake godine pravi mamac za posetioce, s obzirom na to da, zahvaljujući članicama poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije, taj segment je zaista na vrlo visokom nivou. Posetioci su u prilici da vide najnovija dostignuća u toj oblasti koji se predstavljaju na najprestižnijim svetskim sajmovima. Košare, a csata, amely még mindig tart, címmel szerveznek tribünt jövő hétfő 19 órakor a Szabadkai Városháza dísztermében. Az esemény részleteit ma sajtótájékoztató keretében ismertette Sasa Vujic szervező. A résztvevőknek lehetőségük lesz arra, hogy többet tudjanak meg a kosarai csatáról, amely 1999. április elejétől június közepéig tartott. Az eseményen az ott harcoló katonák is mesélnek majd személyes élményeikről. Sasa Vujic hozzátette, szükség van rá, hogy a fiatalabb generációk megismerjék a történet ezen részét is. Napsütésben gazdag meleg időnk lesz holnap, a hőmérséklet elérheti akár 21 fokot is. Esőre nem kell számítanunk, estére a hőmérséklet 7 fokig csökkenhet, erősebb széllökések nem várhatóak. Holnaptól a nappali hőmérséklet csak emelkedni fog a hétvégéig. A TSC labdarúgó csapata szombaton 16 órától mérkőzik meg Belgrádban a Bezsánia együttesével. Vasárnap a Zentai stadionban a Topolyai klub az India ellen is nyerni tudott 1-0-ra. A TSC a rájátszásban jelenleg 3 győzelemmel büszkélkedik. A szakvezetés jó okkal bizakodó, hiszen a Szuperligába jutáshoz már mindössze 1 pont kell a bajnokság végéig. Még 4 mérkőzés marad végére, szeretnénk minden mérkőzést megnyerni, a következő ellenfél a Bezsania lesz, aki főképpen Belgrádban sose volt könnyű ellenfél, műfűes pályán fogunk játszani, ami még lehet, hogy egy kicsit meg is nehezíti a játékunkat, de győzelemre törekedünk, és reméljük, hogy nem csak az 1 pontot, ami bebiztosítaná matematikailag is a Szuperligát, hanem a győzelmet is meg fogjuk szerezni. Eddig tartott a híradó, nap kiemelt híre jönnek még egyszer címszavakban. Ma van nagy csütörtök, a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja. Megváltozott munkaidővel dolgoznak több vajdasági községben a közvállalatok és intézmények a húsvéti ünnepek alatt. A szerb parlament napirendjére került a svájci frank hitelesek kérdése. Halálos buszbaleset történt Madeira szigetén. Köszönjük figyelmüket, még több friss hírért és információért kattintsanak a pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Presszó 8-tól 14 óráig várja a hallgatókat, a Valami Amerika című vígjáték rendezőjét, Herendi Gábort is kérdezik az alkotásról, amelyet vasárnap este 20 óra 35 perctől a Pannon Televízió is műsorra tűz. A Szabadkai Magyar Rádió Mérleg című műsorában húsvéttal foglalkoznak. Itt a Pannon Televízióban most a Túl minden határon című lengyel-német finn dokumentumfilmet láthatják. Tartsanak velünk ma és az ünnepek alatt is. Jó éjszakát!